Hitelesítette a Fővárosi Választási Bizottság a 2024-es Budapesti Olimpia rendezés népszavazási kérdését. Imígyen szólna egyetértelműen azzal, hogy Budapest Főváros önkormányzata ne pályázon a 2024 évi nyári olimpiai és paralimpiai játékok megrendezésére. A referendumot sürgető Karácsony Gergely, Zugló PMS polgármestere a vendégünk. Jó reggelt kívánok, Szerusz Gergő. Jó reggelt kívánok. Gergő, ugye te nyáron ellenzékiként igennel szavaztál a Fővárosi Közgyűlésbe az olimpiai pályázatra, mert azt mondta, hogy városfejlesztés szempontból jónak tartanád a rendezést. Olimpiai párti maradtál azóta, és ma is tartod a véleményedet? Igen. Azzal árnyalnám, hogy azt gondolom, hogy az a vita, ami kialakult az olimpiai pályázatról, az a vita, az egy helyes vita, és szerintem nem lehet egy ilyen dologban nélkül belevágni, hogy egy, hogy egy társadalmi párbeszéd legyen ezzel kapcsolatosan, és azt gondolom, az egy jogos igény, hogy egy ekkora projektet a Budapest úgy vállaljon be, hogy erről a budapestiek közvetlenül is dönthetnek. Más dolog, hogy én egy kicsit a farvizén vagyok ennek a kezdeményezésnek, hiszen eddig ja, A, a Városligettel Igen, Erdély Katalin adta be ezt a kérdést, aki úgy tudom volt is már vendége ebben a műsorban. Én egy másik kérdés kapcsán kerülök be, a Városligettel kapcsolatos kérdés kapcsán kerülök be ebbe a mostani kezdeményezésbe, de valóban én korábban, fővárosi képviselő, hiszen a kerületi polgármesterek tagjai automatikusan a fővárosi közgyűlésnek, én már korábban ott felvetettem, hogy három budapesti kérdésben, többek között az olimpia kérdésében és a városi élet kérdésében a főváros ki egy népszavazást, azt akkor nem támogatta a közgyűlés, így akkor tulajdonképpen elindult egy másik fajta kezdeményezés, aminek ugyanez a célja. Tehát én azt gondolom, hogy az olimpiai pályázat egy óriási lehetőség, egy óriási lehetőség a magyar sportnak, egy óriási lehetőség Budapestnek, de ugyanakkor én nem vagyok híve azoknak a vitáknak, amikor úgymond a szakértők, azt gondolják, hogy okosabbak mindenkinél, amikor a politikusok azt gondolják, hogy okosabbak, mint a választópolgáraik. A demokrácia az arról szól, hogy én megbízok embereket azzal, hogy intézzék az ügyeimet. Hát ez az, ez az, életünkre jelentős hatással van, úgyhogy teljesen természetes, hogyha az gondolják, Igen, azt most nem szó ezt, ezt a, dolgot én most vissza adni az embereknek ebben a két néhány kérdésben. Egyébként mit gondoztam, van -e a van-e reális esélyünk megnyerni ezt a 2021-es rendezést? Hogy látod a, a, híreket figyelve és a, a tendenciákat? Én őszintén megmondom, hogy én, én ezt nem tudom. Én ezt nem is tudom fölmérni. Uh -huh. És nekem kerületi polgármesterként, persze a sportot szerető ember vagyok, de nem értek én ehhez különösebben. És én ezt mindig elmondtam, amikor erről kérdeztek, hogy én, az én nézőpontom az egy várospolitikusnak az a nézőpontja. Nem is feltétlenül a sport ebben a megközelítésben számomra az egyedüli fontos tényező, mert én pontosan azért tudom támogatni ezt az olimpiai pályázatot, mert ez abban az új szemléletben gondolkodik már, ami azt mondja, hogy ezeket a monstre és egyébként gazdaságilag óriási terhet az adott városokra rakó olimpiákkal szemben olyan olimpiákat kell rendezni, amely a városok épülését hosszú távon szolgálja. Vannak erre pozitív példák. Na igen, te például a Barcelona Pontosan. átépítése, rehabilitálása azonmiatt miatt lelkes ez hogy azt mondod, hogy, hogy jót tenne Budapestnek is egy ilyenfajta fajta városrehabilitáció. Azt mondd meg, miután eredetlenül közvéleménykutatási szakember is vagy, hogy mit mondanak neked eddig a számok, felmérések, hangulatjelentések, amiről a kormányzat beszél, ugye? morbán miniszterelnök alapvetően azt mondja, hogy hát ez az egész főváros, meg az egész ország eredendően nagyon akarja régóta, azt jó napot. Hát ha akarja, akkor halleluja, akkor legyen népszavazás, és akkor ez ki fog derülni. Ha meg nem akarja, akkor meg az is derüljön ki. A felmérések, amiket én láttam, ezek egy megosztott közleményt mutatnak nyilván a magyar, a magyar, sport szeretete, és főleg az olimpiákon való jó szereplés, az a magyar választopolgárok, a magyar közvélemény, a magyar társadalom tudatában, ez egy nagyon fontos pozitív identitás. A magyarok szeretik az olimpiákat egyfelől, másképp is szeretnének -e rendezni, ez a másik kérdés. hát ez egy másik kérdés. Én azt gondolom, hogy ebben billeg a közvélemény, és szerintem nem lehet ebben az ügyben, hogy mondjam, súnyogni. Tehát például azt szerintem, egy nagyon rossz irány volt az elején, hogy az a bizonyos olimpiai tanulmány, amit még a földesi képviselők sem szakadtak meg, amikor szavaztak arról, hogy ezt a pályázatot hogyan is ítélik meg. Én abban a helyzetben voltam, hogy én bombáztam kérdésekről a fővárost, és ezért egy csomó mindent tudtam már, mielőtt a, a tanulmány nyilvánossá vált, de hát azért ez mégsem működik. Tehát, hogyha ez az egy jó dolog, akkor ez büszkén vállalni kell, Kösni bele kell és, és, és akkor meg lehet győzni az embereket. Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy én tényleg én párti vagyok, uh, és a közvélemény pedig tessék arról meggyőzni, ez egy jó dolog. Ha jó dolog, akkor meg lehet győzni az embereket. Az emberek nem hülyék, tehát alapvetően erről szól az, hogy több népszavazást kellene általában a politikában csinálni, és visszaadni az embereknek a jogot, hogy döntsenek, mert higgyük el, hogy igenis, hogyha az kellően okosak, hogy megválasszák a képviselőiket, akkor ahhoz is elég okosak, hogy megítéljenek például egy ilyen kiemelt kérdést. El tud magadról a... is képzelni azt, hogy mondjuk van egy nívós vita, amiben mindenféle szempont előkerül, a gazdasági szempontok és a gazdasági eh, forgatókönyv is világosá válik, és ennek hatására te azt mondod, hogy jaj, átbillent nálam, és lehet, hogy nem lesz szavazok. Persze. Mármint, hogy igennel, mert hogy ez is egy érdekes kérdés, hogy felolvastam ezt a kérdést. és, ennél a kérdésnél, ez, ha nem akarjuk támogatni az olimpiai rendelést, akkor igennel kell szavazni. Ez nem furcsa vagy megtévesztő kise? Vagy nagyon? Azért. Megint a közönkutatási szakértő. Igen, is ugye mindig, amikor egy népszorosás eljut odáig, hogy, hogy erről tényleg szavaznak az emberek, addig addig a csapból is ez fog folyni. Egyelőre ugye össze kell szednünk azt a sok aláírás, hogy ez ki is legyen írva, és akkor akkor még mindig hónapokon keresztül fogunk erről beszélgetni. Tehát azt gondolom, hogy a végén az emberek tudni fogják, hogy mi az igen és mi a nem. Hát ezek, ez a pszichológiája, hogy igent mondani mindig könnyebb, és nyilván itt a kezdeményező, aki még egyszer mondom, nem én vagyok, bár mi próbálunk majd együttműködni, hiszen a városéget, amiről most nyilván azért nem beszélünk, mert nem a, a sportnak a témája ez, bár egyébként annak is van például olimpiai vonatkozása, hiszen bizonyos olimpiai számok éppen a városigetben lennének megrendezve, és ez nagyon jó dolog. És Szerintem múzeumok biztos nem kéne lénye. oda rakni. Mindegy, a lényeg az, hogy nyilván a kezdeményezőnek az a, az a, szándéka, hogy ő megfúrja ezt a. Tehát a kérdés úgy van megfogalmazva, hogy könnyebb maga szempontjából, igent mondani, maga szempontjából, uh, igent mondva mondjon nem. Ez a Ma. magyar népszavazástörténet történet a 89-es négyigenes népszavazás óta mindig így van, hogy a kezdeményezők igent akarnak mondatni az emberekkel bizonyos kérdésekre, még akkor is, hogyha ez valójában egy nem. Na most azt mondom, Gergő, hogy ez 140 ezer aláírást kéne a fővárosi kiíráshoz összegyűjteni. Mit gondolsz, ez sikerülni fog, meg lesz? hogyha az emberek megosztottak, az egyik kérdés, a másik az, hogy érdeklődnek-e kellően, bele akarnak -e ebbe a történetbe szólni, mit gondolsz? Az? Én azt gondolom, hogy ez óriási kihívás, főleg óriási kihívás az, hogy tulajdonképpen, mivel az olimpiai kérdést egy, egy magánszemély, a civil szférából jövő magánszemély nyújtotta be, ezért a pártoknak, azoknak a pártoknak, amelynek a viszonya, ráadásul egy elég ambivalens az olimpiához az ellenzéki oldalon, hogy ők hogyan tudnak -e ezt becsatlakozni, ez még egy nyitott kérdés. Én azt gondolom, hogy a, Azért, hogy óriási kihívás ennyi aláírás összeszedni, ez egy, ez egy olimpiai versenyszám lehetne a népszódási aláírás gyűjtése, de mindez 30 nap alatt. Én nem, nem hogy ez sikerül, lesz, szerintem óriási teljesítmény lenne, ha meg lenne, egyáltalán nem reménytelen azonban, nyilván ha az lenne, akkor nem vágtunk volna bele. Na de van egy másik kérdés még, miért fővárosi? Hát ugye ennek persze megvannak az okai, itt egy helyi népszavazásról van szó, de szerinted nem volna -e igazságosabb országos referendumot tartani a kérdésben, ha arra gondolunk, hogy halljuk folyamatosan azokat az érveket, hogy az olimpia az egész ország vállalkozása lesz, ugye az áldásai le fognak csorogni Albert Kázmér pusztától ökörító, Fülpösik. Hát akkor most a vidéki ember másodrendű, az ő véleménye nem számít? Nem, természetesen erről. nem erről van szó. Két ok van, ami miatt a budapesti népszavazás szerintem itt egy életszerű elképzelés. Az egyik az, hogy jogi értelemben Budapest pályázik. Tehát az, aki itt döntés helyzetben van, elsősorban, nyilván állami vagy kormányzati támogatás nélkül Budapest nem pályázna. De mégis formálisan a pályázat az úgy néz ki, hogy városok pályáznak, és Budapest az, aki... Ő tulajdonképpen pályázik még akkor is, és ezt mondom a pályázatnak egy pozitív eleme, hogy nagyon sok vidéki helyszínben van építve ebbe a koncepcióba. Tehát nekem ez egyébként szimpatikus, tehát egyáltalán ez a pályázat nem egy ilyen vidékenes dolog, hanem hanem nagyon komolyan épít a vidéki városokra. Tehát azt gondolom, hogy ilyen szempontból ez egy jogos dolog. A másik, ami a praktikus részét illeti, azért Budapesten magasabb a választási aktivitás. Tehát egy eredményes vagy sikeres népszavazás, most nem az eredményét mondom, hogy akkor pozitív vagy negatív, hanem azt, hogy mennyien mennek el. Ez Budapesten a ez, ez a városban valószínűbb sokan. Nem egy országos népszavazás. E, na most ugye a többségi támogatást elvileg a Nemzetközi Olimpiai Bizottság is elvárja, és ezt sokszor hangsúlyozni szokta. E, az tudható el, hogy e, milyen felméréseket fogadnak el hitelesnek, ki fogják-e szállítani Magyarországot? Milyen az, e, ha mondjuk nem lenne népszavazás, amire azt mondja a Nop, hogy hát igen, úgy látom, hogy ti akarjátok az olimpiát, vagy azt mondja, nálatok nagyon nem akarják az olimpiát, tehát nem szívesen adjuk oda nektek. Ö, hát igen, ilyenkor felméréseket gondolom fel. Ha nincsen népszavazás, akkor valószínűleg felméréseket mutatnak. A felméréseket meg szerintem senki nem vesz annyira komolyan, mint, mint, mint egy valódi népszavazási eredményt. Lehet, hogy egy ha most csinálnánk egy felmérést, egy kicsit megbúrálnánk a kérdéseket, én az, aki tényleg voltam tíz éve közelműködtató. a tudom, mondás ugye igaz? Igen, tehát a kutatásokban van egy csomó olyan módszertani részletkérdés, amivel meg lehet vezetni a, a, az embereket, Ö, fel lehet tenni úgy is kérdéseket, hogy, hogy egy kicsit eredőjön, vagy egy kicsit arra dőljön. Egy népszavazás esetében azonban, tekintettel arra, hogy azon nagyon sokan vesznek részt, azért az egy egyértelmű jár. Tehát én azt gondolom, hogy ha valaki olimpia párti, attól még lehet népszavazás párti is. Tehát én szerintem ez egy létező álláspont. Lehet, hogy én vagyok az egyetlen, aki ebből a, kérdő, a esik, de azt remélem, hogy nem. Mert hogyha lenne egy sikeres népszavazás, amiben egyébként sikerül meggyőzni a budapesti közvéleményt arról, hogy a Budapestnek érdeke ez a pályázat, akkor annál nagyobb fegyvertvétény szerintem a, a mob felé nem nagyon lehet felmutatni. Még akkor is, hogyha tudnánk olyan Statisztikákat gyártani, amelyek adott esetben nagyobb támogatást mutatnak ki, mint egy népszavazás. Egy népszavazás, ez sokkal keményebb és sokkal egyértelműbb visszajelzés. Más dolog, hogy ez meg kell tudni győzni az embereket, és ehhez egy kicsit másfajta hozzáállás, másfajta kommunikáció kell majd, mint amit eddig folytatott az olimpiai, a pro olimpia párti oldal. Tehát azt gondolod, hogy az olimpia pártjának is nyitottabbnak kell lenni egy ilyen vitára. Végül azt mondd meg, Gergő, hogy ha már a Városligetről beszéltünk, és a Városliget fejlesztéséről, ha lenne egy olimpia, mit hozna az számodra, a kerületednek, mit hozhatna elsősorban a Városliget számára, Mit szeretnél? Mit remélnél te az olimpiától? Hát az olimpiai pályázat kapcsán zúró csak ebben a szempontból érintett, hogy bizonyos versenyszámok, azt hiszem az íjászat és más dolgokat a városligetben tartanának. De egyébként nyilván az olimpiai fejlesztéshez közvetlenül nem kapcsolódik ugye a sportarénának az új építése, de az egy százmilliárdos fejlesztés, ami a mi kerületekben történik, és ez egyébként az olimpiai pályázattól függetlenül meg fog valósulni. Ennek nyilván én kerületi polgármesterként örülök. Egyébként, hogy a stadion építés meg kicsit túltolta szerintem a, a, dolgot a kormányzat, de mondjuk speciál ez a projekt szerintem egy értelmes dolog. És a Városliget kapcsán pedig én minden olyan fejlesztést, ami például a sport és rekreációs használatú, Ö, szempont, ö, infrastruktúrának a fejlesztését jelenti a ligetben, azt én támogatom. Tehát te, az te, azt, te ott sportpárti vagy a ligetben, sokkal inkább, mint múzeumpárti, múzeum ö, tömbépítés, építés, Tehát például az, hogy legyen ott egy, egy normális futópálya a város belül, ami ki van világítva, ahol van infrastruktúra, ahol vannak vécék, mosdók, adott esetben le is lehet zuhanyozni, ahol lehessen jól bringázni, sétál, sétálni, ez mind nagyon jó de ehhez nem kell óriási múzeumokat építeni, ráadásul ennek a költsége az, az filléres kiadás ahhoz képest, hogy mennyibe kerülnek ezek az új múzeumok a ligetben. No, ki fog derülni, hogy mi lesz ezzel a kezdeményezéssel, vagy azért, vagy azért, akkor folytatjuk majd a beszélgetést. Gergő, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm, meghívást.